Örülök, nem akartam beleszólni, mert annyira jól szólt. Épp a végéhez értem, úgyhogy... Pesti nőkről. Mondd meg, hogy imádom a pesti nőket. De nem tudok pesti nővel szolgálni, csak egy vidéki lányjal, de én itt vagyok. Én viszont egy nagyon finom ebéddel várnálak nálunk, mivel olyan éhes vagyok most már itt próba után. Nem megértem. Úgyhogy otthon már sürögnek, forognak. Hát jövök, én se ettem, úgyhogy mehetünk. Van éhes vagy, Kornél? Érzitek az illatot? Mm-hmm. Én már nagyon éhes vagyok. Nagyon ez volt az első, hogy milyen éhes. Nagyon jó, örülök neki. Na Kornél, gyere, zenélj nekem! Mit? Én nem tudok ezen behozni. Hát de akkor menjünk föl, keressük meg. Leteltem a kabátodat. Na, köszönöm szépen. Szívesen. Igen, következő a D. Igen, és a G húr pontosan. Most játsszuk azt, hogy hosszú vonó és szűn. Szűn, lefelé, szűn, fölfelé, szűn. Nagyszerű, nagyon ügyes vagy, gratulálom. Ügyes vagy. Ügyes szeretsz heget ülni? Nézd, kérdezz tőled a macs. Hát én nekem ékofogyó tanárnénim szigorú. Szigorú a tanárnénia. Igen, ki a tanárnénit? Borika néninek hívják, mint Zuzó néninek. És hegedűs leszel, mondjad? Hegedűs leszek én. Ez milyen nagy dolog, hogy egy 4 éves kisfiút így rá lehet szoktatni arra, hogy zenéljen. Igen, velem is így kezdték. Hát nyilván ugye beleszülettünk ebben, hogy ugye nagyapám, a testvére, a másik ágon lévő nagyapám, az ő testvérei, a nagybátyáim, az öcsieim, tehát kezdetektől már azt a nevelést kaptuk, hogy ezen az úton az kell haladni. Így van. Thank you.
de szép volt, ah, ugye? Így. Szeretett, ha hegedül a puci? Igen, de azt én is meg tudom csinálni. És mennyit kell még gyakorolnod? Figyelj, nem tudom, de szerintem mindig kell. És mindig van újabb kihívás, nincs az, hogy az ember megelégszik. Hú, most már minden. Jó, hát nem véletlen lett érte az Állami Népi Együttes Zenekarának a vezetője. Elképzelhető, vagy? Igen. Most már 16. éve megkezdem. Van hegedű álmod? Hegedű álmom, minden hegedűsnek van hegedű álma természetesen. Még a szalonnával emlékszem, igen, hogy ez a hegedű kérdés, hogy miért megszerezni, ez egy de nagy befejezhetetlen izgalom. Téma, mert mindig talán az ember egy jobbat, esetleg ami más a hangja, más hangszíne van, vagy esetleg a magasabb fekvésekben szól jól, vagy az alacsonyabb fekvésekben, aki muzsikál aktívan, annak a hang a lényeg. Uh-huh. A hang, a hang, a hang. Na, szia! Szia! Gyere! Nem vártál meg? Elkezdtem, képzelni. Ja, jó, csak ennyi. Milyen leves lesz ez? Hagymát. Vágott leves a neve. Vágott leves. A régi nevén. Képzeld, szívenyelve leves. Ja, szívenyelve leves. Igen. Akkor lehet, hogy disznóvágáskor csináltál? Igen, biztos azért is, hogy akkor is készítették. Aha. De mi főzzük a mindennapokban, mert uh-huh, nagyon szeretjük. Benne van a Csemer Gézának a könyvében? Én tartom azt, hogy anyukámtól meg a nagyanyámtól maradt ez, hát rám, mindenki úgymond, tartsa is meg. De a könyvben is benne van. Uh-huh. Nagyon jó, fantasztikus könyv. Nagyon szeretem tanulmányozni. Na, ledinszteled a hagymát. Igen. Zsíron természetesen. Zsíron, zsíron. És képzeld el, hogy rögtön berántom, nem külön. Jó, tessék a helyére a hegedűt. Nagyszerű. Éhúron játszuk, vonult rendesen fogjuk. Így van, fogd meg te egyedül, és kiegyenesítjük a hegedűt, lefelé, szűn, fölfelé, lefelé. Megvárjuk, még rózsaszín lesz. Hát legyen egy jó kis íze. Így van. Mikor van időt főzni? Most már, hogy nem táncolok profi táncosként, most hát így az időmet főleg én osztom be. Igen. És az nem hiányzik, a fellépések? Néha a színpad hiányzik, uh-huh, de hál' Istennek a tanítások során átélem azt az élményt, hogy igen, figyelnek igen rám, hogy megtapsolnak, úgyhogy nem szenvedek hiányt. Köszönöm, elég. Meleg rántáshoz mindig hideg vizet adunk. Hogy ne kapja össze. Így van, öntheted nyugodtan. Akkor is a húst bele. Adom. Milyen hús? Akkor most nem szívenyelve. Nem, most nem szívenyelvét csinálunk, hanem ez egy sertészcomb. Ezt hagyjuk most egy 10 percig, és utána belerakom a tejfölt. Azt nem a végén rakod? Nem a végén, azért, hogy ne legyen csomós. De jó, és azzal fő az egész, így van, végig azzal fő végig. És csak utána jön a sok zöldség. Így van, a petrezselyem zöld. És ez mi? Főtt tojás. A legvégére. Ennyi összevágott főtt tojás. Igen. Ez a leves betét? Így van. Kész vagyok. Mert nincsen benne tészta. Hanem a főtt tojás a leves betét. Mondhatjuk, hogy az a vágott tojás. A vágott tojás. Tojás. Én is így szoktam. Igen? Nem pocsékolunk. És akkor te akkor muzsikus cigány családod, nem? Nem, képzeld el, én vegyes vagyok. Na, ez ritka. Apai nagyanyám, ő Ekterumungró családból uh-huh származik, tehát muzsikus cigány. Igen. Így van. Viszont ugye, aki ezt hozzáment, az egy olá cigány ember. Ott milyen botrány lehetett? Van. Volt. Életük végéig volt. Életük végéig, nem bocsátották nem meg. Nem. Mondd már végig, légy szíves, hogy hogy vannak akkor a kasztok? Ugye a Romungró az első, 800 csoportunk van. Éve itt vannak. A Romungrók, igen. Más néven a muzsikus cigányok. Igen. Ők igen, 800 éve itt vannak. Mondhatom, hogy ők tudtak a leginkább asszimilálódni. Művelt réteg, mindig művelt rétegnek. Zenéltek, arisztokráciának, így van, igen. Főleg zenész cigányok, amellett kiváló érzékük volt, van, és szerintem lesz a hangszer továbbadáshoz, átvételhez. Tehát hangszerkereskedelemhez. Hangszerkereskedelemhez, uh-huh, igen. A második nagy csoport az olá cigányok. Ők még a mai napig vándorolnak, de annyira nem, mint majd tehát fogom egyre említeni. Többen telepednek le. Így van, egyre többen uh-huh letelepednek. És mivel foglalkoznak? Most már ugye mindenfélével uh-huh üzletelgetnek,
De régen a fő foglalkozásuk az a lóval való kereskedés volt. Nyelvük a lovári. Zeller, petrezselyem, sárgaréka. Vékonyra. Harmadik nagy csoport a beás cigányok, nekik a nyelvük a román, az anyanyelvük. Eredetileg Magyarországon románul beszélnek a beás. Románul, amellett magyarul. Nekik a fő profiljuk a fa megmunkálása. Uh-huh. Teknővájó. Így van. Nagyon jó érzékük van az építőiparhoz. Na, akkor ez most fő, a végén belekerül a burgonya tálalásnál, meg a vágott főt. De bele is rakhatjuk Marcsi a burgonyát, nehogy véletlen kemény maradjon. 40 perc és kész van. Ha van kedved, mutatok neked egy gyönyörű cifraládát, ami a saját. Jó, de ha kifut, úristen. Kornélon, megmutatjuk a Marcsinak a gyönyörű cifraládánkat. Gyönyörű. Ez kalotaszegi, ugye? Így van, kalotaszegi cifraláda, cifratükör. A Feri hozotta nekem ajándékba. Hát és a táncaikat is ismered. A táncaikat, hát a kedvencem. Ezekbe a viseletekbe vonultak a templomba. Uh-huh. De látom, óriási becsben van. Igen. De te ezt is tanultad, ugye? Én eleve a Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola tánctagozatán végeztem, uh-huh. mint középfokú táncművész, uh-huh. és onnan egyenes út vezetett az Állami Népi Együttesbe, ahol 12 csodálatos évet töltöttem uh-huh. el. Nagyon kedves ez a tájegység, mert az egyik szóló szerepemet táncolhattam el az Örök Kalotaszeg című darabban, ahol egy nagyon híres táncosnak a feleségét, Árus Ferencnek a feleségét testesíthettem meg, és nekem ez nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés. És ebben voltál? Ebben. De egyébként a fő profilom, mondhatom, hogy a cigánytáncok. Ugye van egy olyan lépésetek, amit ki nem tudok silavizálni. Tehát így egy, szinte egy helyben vagytok, és közben így a szoknyát így járatjátok magatokon. Te a felszedőt mondod. Felszedő? Igen, és az szatmári cigány. Na. Tehát a kis magyarországi cigány. Ezt mondod. És közben a szoknyával felszedő, oldalazóval. Ez, igen, ez az. Igen. Ezt nekem muszáj lesz megtanítanod. Megtanítom neked. Ez gyönyörű. Nagyon jó, hogy mondtad, mert ez a láda, képzeld el, hogy tartalmaz egy olyan kendőt, amit én a Balogh Maritól kaptam, nagyon híres adatközlő, és személyesen is ismerem, uh-huh. és azt mondta, hogy mert tetszik neki, ahogyan táncolok, ezért nekem adja a kendőjét, és levette a fejéről, nézd meg, ki is rázott a ideg, és nekem adta. Na nézzük. Ennyi minden van ennyi benne, minden oda néz Kornél. Ez kígyó. Az kígyó? Ez olyan, mint egy kígyó, méghozzá azért, képzeld el ezeket a cigány szoknyákat, ezek erdélyi cigány szoknyák eredetiek. Így kell tartani, tárolom, harisnyába behúzva. Hogy ne menjen ki belőle a piszírozás. Ez az a bizonyos kendő. Ez az kendő, a kendő. Benne van az illat? Már kimostam. Párszor, de így látod gyönyörű. Automatikusan. Igen, meg kell szagolnod. És levette a fejéről, és nekem adta. Tudod, ha felhúzom, úgy érzem, hogy sokkal jobban tudok táncolni. Kalotaszegi kendő különben. Magyarok is, cigányok is hordják, képzeld el. Mert nem a tipikus úgynevezett labdarózsás kendő, mint amit a kalotaszegi magyarok hordanak, hanem ilyen átmenet. Cigányos is, egy kicsit magyaros is. Szóval ezt a kendőt, ezt inkább hátrébb kötik. Hátra kötik. Hátra. Aha. És ide. Oldalt csomózzák. Csinosra. Igen. Milyen jól áll nekem. Jól. Aha. Nagyon szeretem. Ez a köténye. Igen. Van a szoknya, és így rajta van. Még egy kötény. Igen. Akkor ez most olá cigányruha? Igen. Na, menjél. Kapcsol. Megyek, átöltözök. Átszellemülsz egyből. Ugye? Nagyon szeretem. Ez ennek a ruhának az éke, a gyönyörű gyöngysor. Gyönyörű. De te is el tudnád viselni, nem? Hogy ilyen ruhákba jár. Én el, de Feri nem. Nagyon szép. Így néz ki, szoknya, nagyon sok méter kötény, anyag van benne. Igen. Azt a mindenit. Hány rend ruhája van egy módosabb cigány asszonynak?
Öt biztos. Ötnél kezdődik. Ebben mi a fő lépés? Ebbe a fő lépés, amiket kipontozzál, ha végig kipontozzál a lépéseket, és azért ilyen könnyed a kötény. Ez az, amire ez az! Tudják hozzá rázni. És a lényege a váratlanság. Igen? Igen. Hogy ne tudja soha a férfi, hogy én mit fogok táncolni. De tudnak ma még táncolni a cigányok vidéken? Hogyne. Énekelni, táncolni tudják. Énekelni, gyönyörű hallgatóik vannak. Olyan ének, hogy az a neve, hogy hallgató? Hallgató. Így van. Cigány hallgatók. Egy pár sort. Ájnanánázás, nem jó? Az nagyon jó. Na, mi lesz a második fogás? Sertésjava gazdagon cigányosan. Mitől cigányos? Attól cigányos, hogy fűszeres, sok minden van benne. Sok hozzávaló. Sok hozzávaló, gomba, hagyma, mint látod az asztalon. Csirkemáj. Így van, tarjából, befűszerezve, és ezért cigányos. Na jó, kezdjük. Mondd, hogy mit kezdjük. Tudok Mondom, segíteni. Drágám, először is kezdünk szalonnával. Ebben kétféle szalonna van. Az egyik a füstölt kenyérszalonna, a másik a békon szalonna. Először a kenyérszalonnát teszed jó, bele. Ez van az oldalon, hogy engedje ki a zsírját, ugye? Így van. Jó. Én addig forgatom a tarját. Tehát lisztbe forgatom. Bors és só van a tarján. Így van. Akkor most hogy néz ki a család? Most úgy néz ki a család, hogy én vagyok a Dorinának, Az édesanyja. Ő meg az én édesanyám. Szegediek vagytok? Makóiak vagyunk. Makói. Igen. Na és akkor miket főztek még Panni néni? Mik voltak azok a régi ételek, amiket készítettek? Hát, vágott leves, a töltött csirke, a Dunántúlról hozta az én anyósom a receptet. Uh-huh. Mert a töltött csirkében egyébként milyen töltelék van? Hát máj. Máj. Főtt tojás. Igen. És nálam akkor nem így csinálják, nem zöldséggel. És jó fűszeres a töltelék. Nagyon jó. De majd meg fogjátok kóstolni. Azt is készítettetek? Így van. És akkor hogy néz ki a család? Dorina mondta, hogy van romungró része is a családnak, és olácigány része is. Na, akkor ki kicsoda? Na most az édesanyámnál voltak az ő anyukájának muzsikus cigányok. A muzsikus cigányok. Igen. De az anyai ágon? Anyajágon. De például az apukája az igazi parasztember. Magyar parasztember. Így van. Igen. Így van. Igen. És akkor a Dorinának az édesapja, meg az ő nagyszülei, a rokonság, azokban van szintén muzsikus, de olajcigány. Aha. És akkor így. Jó kis makói hagyma. A sós, a szalonna. Most nem mind sós. A kettő. Most nem, meg a máj véget. Tehát a máj az legutoljára. Igen, bekeményedik. Igen. Na és a fiúk mikor hazaértek muzsikálásból, akkor még ettek? Bizony, hazaérnek a hajóról, hazaérnek a fellépésről, bizony késznek kell lenni, most mindegy, hogy mi, mert megeszik a meleg kaját is. Persze. Ezt most addig kell ugye így forgatni, amíg a gomba, amit levetereszt, el nem süli. Így van. Jó. Az is már jó lesz. De szeretem ezt a sült hús illatot. Na, igen, zsírba csináltuk régen. De jó. De most, mivel tudod, táncosak, meg vigyáznak a formára. Igen, hát mondta nekem a forgó is, hogy tehát színpadon állok, hát nem hízhatok el. Igen. De azért a sült oldalas csülköt azért azt nem olajba csináljuk, se a pörköltet. Akkor ez még egy 10 perc, és tulajdonképpen tálaljunk is. Így van. Na, mi lesz? Örkői csingerállást fogok táncolni Sepsi Szent Györgyről. Mutasd be, légy szíves, a többieket is. Radics Ferenc prímás, férjem, Radics Tamás nagybőgős, sógorom, és Váradi Zoltán fog engem brácsán kísérni, a családunk nagyon jó barátja. Thank you.
hajnal óta sütöttetek, főztetek, nem, ugye? Figyelj, de esküszöm, hogy nem csak azért, mindig ennyi van. Tehát én ezt abszolút beszélek. Névnap, születésnap, ott van Tomika, megmondja. Ez mindig így mindig. Ez már tradíció, nem utolsó. Itt az oldalas, igen, közben egy fantasztikus csülök, ide röppent, lila burgonya, fasírozott, töltött hús saláta, a leves, töltött csirke, akkor ez a gombás... ez a gombás, májas, ragús hús, amit együtt készítettünk, torta. Nem tudom, hogy hogy lehet végigenni, de megpróbáljuk. Próbáljuk. Jó? Na jó étvágyat! Jó nagyon étvágyat! De finom. Finom? Hát ezt én tudtam, hogy ez így. Megy a repertoárba. Tudjátok mit? Na mit? Van egy jó ötletem. Elmegyek a boltba, veszek még kóvárnak, kóvárnak, és egy bölgyártyot, hogy elféljenek a repertoárba. De aranyos vagy, Kornél! Megy a boltba, vesz puha párnát és takarót, hogy ott ellássa a vendéget. Hát, de drága volt. Addig is elég. Nagyon aranyos vagy. Ó, te nagyon édes vagy. Géza fiatal korában. Igen. És hát magához mit írt? Ökörúszájleves. Hát igen, igaza van. Tehát összeszedte az összes nagy prímást és családot, összeszedte. És hozzájuk a recepteket. Igen. Óriási. De miért Habiszti a címe? Hát ez a Habiszti szó, ez a csak azért is... Na ugye? Na ugye, megmutatjuk. Összefoglalta ebbe az egészbe a gasztronómiát és a családok történetét egyaránt. Én azt gondolom, hogy azért a legalapvetőbb receptet, a budagot, azt készítsd el, jó? Jó. Kezd el, ez egy nagyon egyszerű recept. Igen, hát ehhez tulajdonképpen langyos víz, meg szódabikarbonna is, akkor ezt összeállítjuk a lisztel. Pici só. Pici sóval, és akkor ezt olajon sütjük ki. Ez kenyér helyett szerepelt általában. És mihez ettél? Hát ez inkább a pörköltekhez, vagy töltött káposztához. Én hoztam egy üveg lecsót a nyáron eltett lecsomból, ahhoz jó, nem? Az tökéletes, teljesen tökéletes. Na, én viszont nézd meg a másik könyvéből, ami szintén gyönyörű. Hát ez egy másik csoda. Igen, egy későbbi könyv. Igen. Ez is neked van dedikálva, meg édesanyádnak. Ugye, hogy álltok ti rokonságban? Hát az édesanyám a húga. A húga. Jaj, de hát akkor nagyon közeli. Igen. Nagyon közeli. Én ezt lapozgattam. Találtam egy nagyon különleges dolgot, mégpedig gombóc, de eddig nem különleges, én tudom, viszont ez sülve. Ugyanúgy készítjük, mint a rendes szilvás gombócot. Igen, csak egy csak kicsit. Nem kifőzitek, hanem megsütitek. Igen. Kezd el összekeverni, jó? Azt a bodagot, én addig megkeresem, mert utána megyek a 100 tagú cigányzenekarhoz, és azt gondoltam, hogy itt van, hogy ezt a sült gombócot készíteném el nekik. Igen. És vinnénk nekik egy jó nagy adagot, jó? Egyébként a Géza ugye színdarab író hát volt. Hát tulajdonképpen író volt. A színház volt neki a fő területe, de azon kívül ő a gasztronómiában is részt vett, nagyon hát ismert. Tulajdonképpen ugye a kultúra egyik elengedhetetlen hát része. Hát főleg a roma kultúra talán. Az étkezés. Igen. Elég ennyi, vagy jó még? Lesz. És nem szabad keményre, nem, tehát csak egy lágy tésztát kell gyúrnunk. Ezt most belerakom az olajba. Na, amíg azt kisütöd, akkor én a burgonyát összekeverem. Most ezt mintának elkészítjük, de aztán egy nagyobb adagot kell. 200 darab kéne a 100 tagúnak, segítesz? Uh-huh. Jó, segítek. Jó? Olyan. Pici cukor.
úgy mérjük jól az arányokat, hogy amennyi burgonya, kicsit kevesebb, mint fele annyi liszt kell bele, és akkor lesz jó az állaga. Játsszák valamelyik darabját a Gézára? Ő neki most igen. Melyiket? A Budapesten a József Attila Színházban megy a Cigánykerék című musical. Hatalmas sikerrel. Tehát én voltam a premiéren, fantasztikus volt. És egyébként hány darabja van? Hát ő neki van ezen kívül még musicalei, a Szakcsillakatos Bélával írták. Volt a Piros Karaván, ami 74-ben mutatták be a Szegedi Szabadtéri Színpadon, és azon kívül van a Dobos Torta, amit szintén a Bélával. Azt is a Bélával írt. Igen, és azt pedig az Operett Színházba mutatta be. És azon kívül rengeteg drámát, színdarabot. Tehát ő tényleg igazi színházi emberke volt. A szilvára teszek egy kis vaníliás cukrot, pici fahéjat. Nyomkodjuk. Na, készen van. Szuper! Gyorsan. Fahéj. Porcukor, ha már ennyi ment, akkor még egy kis fahé. Na, ez szakácskönyvbe való. Gyomrunkba! Hát igen. Fiúk, remélem, akkor örülnek majd. Azért ez nagyon finom. Igen? Tényleg? Nagyon jó. Nagyon. Ez tényleg? Ugye, hogy nem is kell venni kenyeret. Na, ugye, hogy nem. Mi? És akkor egy ilyen gombócot. Mert volt le. Biztos, hát már ránézésre. Isteni. Tényleg finom. Hogy napi szénhidrát. Borzalom. Miért vagy ilyen jó? Vastagság méret, ugye ez a tető lesz, ami nagyon különleges fenyőanyag. Most határozom meg a plasztikának a vastagság méretet, de megmutatom a legutolsó hegedűm. Ugye ez egy Stradivari kópia, tehát majd ez a lapja lesz a tető. Aha, és ez is egy Stradivari kópia. Ugyanaz, így van. A Da Vinci 1714-es Stradivarinak a exakt másolata lesz. Van egy Stradivari, amit szétszedett és lemért? Vagy ez hogy történik? Például több Stradivari járt, hál' Istennek kezembe volt szerencsém hozzá. Ez milyen felelősség? Nem remegett a kezem? Először igen, de aztán feleségem is közöttem aludt a hegedű. Ez egy cselló volt, a két héti volt nálam. Ott aludt velem. A feleségem nem nagyon örült neki, hogy egy ilyen drága hangszer van a lakásban, mert hát ugye riasztó. Hát ez például 15 millió dollárért árulták ezt a cselt, ezt a Stradivari cselt. Én sem örültem volna. És mester úr, hogy lett hegedűkészítő? Hát én ugye zenészként kezdtem az életemet. Mert az egész család a zenész volt. Így van, de hát ők is amatőrösködtek, mint minden muzsikus érdekel, hogy a hegedűnek a működése, ugye? És engem talán jobban érdekelt, mint a család többi tagját, és hát nagy szerencsémnek köszönhető, hogy én már gyerekkoromban nyugatra jártam, ahol megismerkedhettem a szakirodalommal. Már mint zenélni jártam. Már zenélni jártam, természetesen. És hát ugye
kerestem a hegedűkészítős műhelyeit, és oda bekopogtattam, és akkor elkezdtem tesztelni a hangszereket, és aztán látták, hogy ezt is, azt is azért kicsit tudok. Itt is sok helyen tanultam, nekem az volt a nagy szerencsém, ugye, hogy többféle műhely titkait ellophattam, mondjuk így. Én több nemzetközi versenyt, hegedűkészítő olimpián nyertem, vagyis... Ilyen is van. Dobogós volt, hogy ne. Több van a Mittenwaldban, a Németországban, Cremonában, most Amsterdamban, és a jövő hónapban pedig Hongkongba készülök. Nagy megtiszteltetés volt, hogy ugye múlt októberben a nagy nemzetközi zsűri között vehettem részt, meginvitáltak a zsűri tagok közé. Tehát most már zsűri tag is. Így van, hát Cremonában. Na, az nem semmi. Van. Cremonában. Piszonya versenye, így van. Egyébként így egy új hangszer, hogyha egy nagyon jó művész, de nem ez a kimagasló, az egy-egy darab zseni kezébe kerül, hány év mire benne lesz a rezgés, az érzés, a zene? Ja, most ugye ez relatív, tehát egy jó mesteregyének újkorában is jól kell megszólalnia. De a Stradivárinak ugye a mestermunkán túl ugye az is nagy előnye, hogy benne van sok száz év. Pontosan, az a nagy előnye. Igen, azt mondhatnám, olyan, mint a bornak, minél öregebb, annál értékesebb, annál jobb. Eltelt ugye több száz év a kremonai nagy időszak óta, hogy lehet, hogy 50 évvel később is valaki már készített másolatot, azt meg lehet állapítani, hogy az csak egy másolat? Természetesen. Ma már főleg meg lehet állapítani, mert a technika ott tart, ugye, hogy a dendrokronológiától ugye a CT vizsgálatot, tehát kimutatják, hogy például ez a fenyőfa mikor élt, hány évig élt, hol vágták ki, mert azt is be tudják határolni, hogy az alapokból származik, vagy az erdélyi havasokból az a fenyő. Azt tudni kell, hogy a régi hegedűknek a 90%-ában nem az eredeti cédula van. Mesterhangsz. Hát a kereskedők ugye, mint a világ mindig manipuláltak vele az ára miatt. Csak ma már ezt ki lehet szűrni akkor a technikának. Hát igen, helyek közel. Hát a Stradivarinak a most 500 hangszere maradt fönt a mai napig, ugye 400 év után. Na most hát azt nem lehet elképzelni, hogy ember csinál 5000 hegedűt. Hát a tanítványai, a fiai természetesen ebben azért benne voltak. Mert ön hány hegedűt készített eddig meg? Hát 100-on fölül vagyok körülbelül, és hát több cselló. A magyar hegedűsök közül ki játszik az ön hegedűjével? Hát a magyar hegedűsök közül. A Kristófnak van egy hegedű tőlem, igen, az itt van nálam, akkor több mindenki játszik. Robi Lakatos. A Robi Lakatosnak is készítettem, a Mága Zolinak is készítettem. Kati Horváth. Nek is készítettem, a Lajosnak is, persze. Tehát a Lajosnak van egy olyan affinitása ehhez a hegedű készítéshez is. A szakértéshez is óriási, nagyon sokat tanultam tőle, köszönhetett neki, még annak idején. Hát a papája is szakértőként is egy nagyon jó személy. Na, hát ez a másik kérdés, muzsikus. Amiben legközelebb folytatjuk, hogy jó. A szakértőnek kinek kéne lenni? Hát aki ért hozzá annak. Aki tudja, hogy mi. Tő mondatta. Nem kell ezt tovább. Csókollak, szép tündérem! Hogy ide jöhetek! Igazán, boldogok! Nagyon, nagyon szeretlek benneteket! Hoztam nektek, akkor már ha jövök, sült gombócot. Fávat? Nem, 200-at. Tehát gondoltam, egyen nem szúrom ki a szemeteket, ne viccelj. Aki fogyózik, az csak egyet tehet. Jó? Hát, mi nem úgy nézünk, hála jó Istennek. Aki fogyózik egyet, de sok új arcot látom. Igen. Jó, hogy sok új arc, hát igen. Azóta megfiatalodott. Az most hány éves a 100 tagú? Most már 31-dik. Hát kell fiatalítani, és hát azóta már van egy ifjúsági zenekar is, már 8 éve. De kinek volt hajtanán az ötlete? Hogy senki nem tudja, ezt a jó Isten adta.
Ez csak úgy összejött. Ez összejött. Te senki nem emlékszik, hogy hogy. De érdekes. És még járják a világot? Természetesen. Most két héttel ezelőtt voltunk, vagy még annyi se volt, Bázelben voltunk egy nagy estélyen. Nektek úgy kéne élnetek, hogy alig legyetek itthon, de ha itthon vagytok is, valahol föllépjetek. Tehát benneteket szét kell, hogy szedjen még mindig a világ. Hát ilyen nincs. Azt mondod, rossz az akusztikája a teremnek. Hát mégis az embernek tényleg így gyomortájékon elindul valami nagyon jó bizsergető. Jó, szíved, lelked. Jaj, hát annyira jó hallgatni. Hát igen, átjön, mert ugye a szellem az bennünk van, és amit mi kiadunk, hát itt is lehet érezni, de hát pláne, hogy egy koncertteremben. Tehát annyira feltöltődnek a közönség, hogy amiért kiadták a belépőjegyért a pénzüket, akkor úgy mennek el, hogy egy olyan értéket kaptak, és most már hála jó Istennek, mint nemzeti kiemelt érték, igen, mint nemzeti kincse Magyarországnak, mint Hungarikum minősítésben a 120 cigányzenek. Ezek azért jók, ezek az elismerések. Ezek ez sokat jelentenek, nagyon, nagyon nem? Megtisztelő, nagyon megtisztelő. Mennyit kell gyakorolnotok még, hogy így együtt így szóljon? Hát kell azért még? Persze, folyamatos gyakorlás, mert... Nem sokat. De hát az új számok azért azok kellenek. Na hallgatom még egy kicsit, de előtte egyetek, légy szíves, jó? Na, hát akkor... Kapnak egy kis szünetet? Igen, igen. És egy kis bombós csatát. Bombós csatát, eldobálnád! Telefonba, hogy ezt az ételt készítsem el. Na, nézd meg az alapanyagokat. Stimmel, füstölt oldalas. Hát, szép darab. Így illik, igen. Te már tudod, Béla, mi? Hogy mit kér? Igen. Vagy ez a közös kedvenc? Közös kedvenc, de hát ez a Bélának benne van a specialitása. Tehát ez egy füstölt, oldalasos, töltött káposzta, jó, de nem akárhogy. Ő fogja a végét majd megspékelni. Jó. Én elmondom, hogy egy sor apró, egy sor töltött káposzta, egy sor oldalas, füstölt oldalas, ez így ismételgetve, és most mondd a tetejére, mi kerül? Tetejére marha pörkölt. Kész, azt hittem, nem jól hallok. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz. Remélem, nem fogtok bennem csalódni. Az Ildi a feleségem mondta, hogy ezt azt a feltétlen mond meg a Marcsikára, hogy ez attól romás, ahogy jó a kifejezés, a társítás. Az, hogy mit kerülnek bele, és hogyan. Mert hát ugye, most én nem azt mondom, hogy ez egy nemzetiségi étel, hanem attól tér el a szokásostól, aki mindenki főzi a töltött káposztát, de az, hogy belekerül az oldalas,
és ugye hát az az illatos basmatirizsa, meg egyéb, ezek adják meg azt az ízet, és hát a Béla specialitás, hogy a tetejére ez a csodálatos marhalábszár pörkölt. Szép húst vettünk, hát, nézd meg, milyen jó hát, kis ragadós marhalábszár. Hát gyönyörűség. Az a jó vége. Gyönyörű. Hát, 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 na hát úgyhogy Béluskám. Hát a csemer nagyon tudott főzni. Hát a csemernek a receptjei fenomenálisak. A feleségem benne van, hogy a Katinak hívják, benne van a bisztiben, hogy Katinok edli. Hogy te mondtad, hogy te is szaggatod a kézzel. Igen, igen. Mert akkor deszkán. Ahogy mondtad, alaptalan vagy nem? Szabálytalan lesz, igen. A nokedli. És a Géza azt szerette, hogy szabálytalan nokedli. A Farkas Robi rántott hússal kérte a töltött káposztát, amikor voltunk Hajdúhatházán. Gyerekek, hát ez egy tradíció, tényleg. Én például a feleségem a töltött paprika mellé is nagyon szereti, de a Géza is a rántott hús. Töltött paprika rántott. Hát nem, én úgy eszem a... Úgy az olaszoknál a spagetti, a pasta, igen. Az mindig van. Hát ez egy előétel, igen. Na most a lecsós nokedli az a cigány zenészeknél az ugyanúgy volt, mint a pasta. Az olaszoknál? Tehát mit tudom én, volt egy, most csak mondok egy főzeléket, hogy mit tudom én, kelkáposzta főzelék sült hússal, ugye? Vagy valami leves volt, akkor a cigánynak muszáj volt lecsos nokedlit. A minden nap... Kelkáposzta főzdelék sült hússal és még lecsos nokedli. A lecsos nokedli az minden nap volt. De annál jobb étel nincs a lecsos nokedlinek. Na most azt rántott hússal. Egyszer volt egy gutma. Vártam a csattanót, hogy még a rántott hús. Egyszer volt egy születésnapom, nem tudom, hanyadik születésnapom volt, meghívtam a Babos Gyulát, a Kőszeg Imrét és a Lakatos Tónit, és akkor már meg volt főzve, és uraim, mondom, ma nokedli lesz a főétel. Van csirkepörkölt, azt lehet enni nokedlival. Van marha pörkölt, azt lehet enni nokedlival. Van külön erős lecsó, azt lehet enni nokedlival. És minden mellé rántott szelet. Tehát oda tettem a marha pörköltet, mert annak ugye sokáig kell főni. Igen. A hagymát megdinszteltem, rátettem a kockára vágott jó kis ragadós végű lábszárt. Visszatérve a Csemer Gézára, nagyon sokat volt nálunk, mert ott dolgoztunk, a műzikeleket ott csináltuk, például Piros Karaván volt az első munkánk. A felesége mindig főzött jókat, és utána mindig ettünk. De Marcsika, mint egy cigányasszony. Na, hát azért, ez milyen megtisztelő tőletek már. Ha összejönnek cigány származású emberek, akkor beszélgetnek egy pár szót, és a következő az, hogy mit főztetek? De ez tényleg. Az az első, én is fölveszem Bélát, fölhívom telefonon. És akkor mit már... védeltél Bélát? Bekeverem közben ezt a káposzta tölteléket, jó kis apróra vágott vöröshagyma, bors, jócskár, só, piros paprika, ti is tesztek piros paprikát, rizs és egy tojás. Egyszer valami cigányzenekart hallgattam, és ott mondták, olyan jó káposztás tésztát tettünk libaconban és lecsóval. Tudom, micsoda, megbolondultál? Azt mondom, miért te nem tudom? Na, hát ez hülyeség. Hazamentem, éjjel, reggel, fölkeltem, mondom a feleségemnek, a Katinak, mondom, légy szíves, ma főzzél egy káposztás tésztát, jó, szívesen, de mondom, lecsóval. Azt mondom, megőrültél, megbolondultál? Nem bolondultam meg, most hallottam a cigányzenészektől, ezt eszik. Na most megfőzte, onnantól kezdve káposztás tésztát nem lehet lecsó nélkül megenni. Szóval ez csúszik. Jó. Én is elmondanám a kedvenc ételemet, ha megengeditek. Túrós tészta házi tésztából, ugye, és rá a tyúkpörkölt. Az ételekről beszéltünk, de azért arról még nem beszéltünk, hogy micsoda fantasztikus művészek vagytok. Ti együtt mióta zenéltek? 1900.
71. 71. Ez kell ahhoz, hogy ilyen régóta zenéjetek együtt, hogy ennyire tudjatok együtt improvizálni? Vagy a teljesen új zenei kapcsolatokkal is lehet? Mi fiatalkorunkat csináljuk ezt, hát aztán... Ne, ez olyan dolog, hogy vagy tudsz, vagy nem. Beszéljünk arról, vagy tudsz főzni, vagy nem tudsz főzni. Ha tudsz főzni, hát most mi nem tudunk úgy főzni, de mintha főznénk, mert értünk hozzá, csak nem csináljuk. Most akkor nem tudnánk erről beszélgetni. Na most az improvizáció is olyan, hogy nem tudsz improvizálni. Vagy beszélsz angolul, vagy nem beszélsz angolul. Kész. Na, akkor jól csinálom. Nagyon apró jó. Káposzta. Egy sor töltelék. Igen. Akkor ide, hogyha teszek egy kis püstöltet. Hát, úgy kell, az jó. Pontosan. Így, akkor káposzta. Káposzta rá, nem sokat, úgy hát szétszokta. Ne add káposzta, legyen a sok, ugye? Gombot. Csak gombot. Csak gombot. De nálatok ez szokás, hogy csak így? Igen. Van benne egy kis csípős is? Igen. Az a legfontosabb. Marcsika, milyen ügyes vagy. Ez nagyon jól néz ki. Jó, na, megfő, és nálad, üljetek, leöntök addig pálinkát, még ez a kettő hát megfő, fontos, jó? Igen. Egy vacsora előtt. Wow! Hú. Na, szerintem, nagyon jól néz ki. Szerintem is. Ó, Jézus, várjatok, még előbb kóstoljatok meg. És akkor... Hát jó, most az az első szedés, majd a harmadik. Már nincs harmadik, hát itt még van egy rengeteg. Bélus. Na mostan a pörköltet erre rá kell tenni a tetejére. Béluskám, most ez hogy... Van, aki azt mondja, lehet úgy is enni, hogy mellé rakja, de én szeretem, hogyha a tetején van, és aztán úgy összekeveredik. Igen, mert olyan székelykáposztás lesz, tudom. Tulajdonképpen ez egy diétás étel a töltött káposzta, nem? Teljesen. Pláne így a marhapörköltel a tetejére. Na nekem is tegyél úgy a tetejére, mint a Bélának, jó? Egy picit. Igen. Hát jó étvágyat. Kíváncsi vagyok. Jó étvágyat, bőséggel. Nagyon finom együtt. Magamtól eszembe nem jutott volna ez. Hát valamit tudtok. Igen? Uh-huh. Mindent értek. Mindent értek. Még egy szelet rántott hús dobna rajta kenyérhez. Nagyon finom. Finom? Hú, de jó. Vasárnapi ebéd. Sütünk egy nagyon finom, édes jellegű sütemény, a bűribe tésztát. Bűribe tésztát, ezt ismered? Nem. Hát egész nap itt sétálgatok, kirándulok a rét közben, Dobrántól egészen Nagyhalászig, de a vizet most látom először. Össze kell szokni a kovácsoknak. Egy zenei világban kell létezniük. Szinte érezni, hogy az ember beleszimatol és ahogy a gyógynövények átjárják a testét. Tejfölből köpült vaj, tejszínből köpült var, írós vaj, kimosott vaj. Így jó, kicsavarjuk. Itt a finom vaj, az igazi házi vaj. Csukát sose láttam még így parázson sülni. Óriási ötlet. Egy együttes. Aprófalva hagyományőrző népdalkör. És azért aprófalva, mert ez a településen 350 fő. Annyian élnek. 65 házban, tegnap összeszámoltam. Végig tetszett menni? Végigmentem minden soron. De jó mutat. Jó étvágyat. Beletettük a szívünket, lelkünket. Meg a listet. Meg a listet is. Nagyon ügyesek vagytok. Azaz.